Köszöntöm a kedves nézőket! Ahogy azt már megszokhatták, műsorunkban az aktuális kerületi program lehetőségeket igyekszünk bemutatni, ám nyáron a színes programkínálatnak köszönhetően a szomszédos kerületek programjaiból is válogattunk. Előtte azonban a lakossági felhívásokról adunk számot. A Terézvárosi Önkormányzat a társasház felújítási pályázat mellett támogatást nyújt a terézvárosi lakosoknak hevederzár felszerelésére is, minimális őrészbefizetése mellett. A társasházaknak és a magánszemélyeknek kiírt pályázatokról Terézváros honlapján olvashatnak bővebben. Terézváros önkormányzata tematikus pályázatot hirdet a kerületben működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére az önkormányzat 2014 második félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére 2014. szeptember 1-e és december 31-e között megvalósuló programokhoz. A pályázati alap éves keretösszege 8 millió forint. A pályázat beadási határideje szeptember 30-a. Terézváros önkormányzatának képviselőtestülete pályázatot hirdet a 6. kerület közigazgatási területén működő általános iskolák felső tagozatos tanulói és a középiskolák diákjai részére Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíjra. Amennyiben a 6. kerületben bejelentett lakóhelyjel vagy tartózkodási helyen rendelkezik, és családjukkal együtt a pályázati felhívás közzétételét megelőzően legalább 90 napja igazolhatóan, életvitelszerűen Terézváros területén laknak, továbbá nappali rendszerű képzésben vesznek részt. A pályázat benyújtási határideje augusztus 31-e. Terézváros önkormányzatának képviselőtestülete pályázatot hirdet Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjra. Az ösztöndíjra pályázhatnak a pályázati felhívás közzétételét megelőző 30. naptól bejelentett terézvárosi lakóhelyen rendelkező, Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézményben teljes idejű alap, mester vagy osztatlan képzésben résztvevő, nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező és a pályázat benyújtását megelőző fél évben 3,5 tanulmányi átlagot elérő hallgatók, valamint a jelenleg felvételt nyert jelentkezők. A pályázat benyújtási határideje augusztus 31-e. Műsorunk folytatásában lássuk, milyen programok kínálkoznak Terézvárosban és a szomszédos kerületekben. Keleti Éva, Prima Primissima díjas fotóművész megnyitó beszédén elmondta: több ízben jártam Grúziában, sok élmény fűz a vidékhez, de be kell vallanom őszintén, hogy én egy egészen más Grúziát ismertem meg. Balog Ádám képeivel a lélek különböző rétegébe tekinthettünk bele. Olyan ez, mint egy időleges hétfátyolt tánc. Letagadhatatlan, hogy Balog Ádám festőművész, de ezeken a képeken erősebb a fotóművész. Ha valamit lefényképezünk, nem biztos, hogy a fotónk visszaadja a pillanat érzését. Balog Ádámnak megvan az a képessége, hogy ezt a pillanatot megragadja és odaadja nekünk is. A tárlat szeptember 15-ig látogatható. Edith Piaf sanzonok a Thália Színház előadásában. A Párizs hídjai című monomüzikelt Piaf önvallomásai alapján Milosevic Péter írta és állította színpadra. Edith Piaf ellentmondásos személyisége jelenik meg a darabban, egyrészt őszinte kitárolkozása a színpadon, másrészt zsarnoki diktatúrája a magánéletben. Ebből épülnek fel a sanzonokkal megtüzdelt monológok is, melyek az öregedő művésznő halála előtt lelkében játszódnak le. A sanzonok eredeti hangnemben szerb nyelven szólalnak meg, tangóharmonika kísérettel. Az előadás augusztus 24-én a Vajdahunyadvári épület együttesben látható. Színes Város Strongbow Budapest Fesztivál augusztus 15-e és szeptember 19-e között. A Színes Város csoport Magyarország első tűzfal és köztér színesítő szervezete. A csoport célja, hogy minél több kortárs társadalmi kérdésekre reflektáló műalkotás jelenjen meg a köztereken, és ezáltal színesítsék a városképet. A művészeti és zenei fesztivál a Kőlevesben indul, majd egy hónapon át várja az érdeklődőket a belváros számos pontján. A programsorozatban 12 kültéri tűzfalat festenek meg hazai és külföldi képzőművészek, közel 100 zenei program, kerekasztalbeszélgetések, kortárs aukciók és szlem események kíséretében. Budapest Operett Show a Vigadóban augusztus 23-án. A leghíresebb magyar dallamokkal és operes slágerekkel megtűzdelt műsorban elhangzanak áriák, duettek, csárdás, táncjelenetek és tuttik olyan nagynevű szerzőktől, mint Kálmán Imre, Leár Ferenc, Johannes Brahms, Vittorio Monti és Huszka Jenő.
Az előadók Magyarország legjobb szóló énekesei, primadonnák, bonvivánok, szubrettek, buffok, táncosok, zenekar és cigányzenészek mind elegáns kosztümökben lépnek színpadra. A látványos gálaestet a frissen felújított Vigadó második emeletén található déli teremben rendezik meg. Köszönjük, hogy ezúttal is minket választottak, aktuális programokkal egy hét múlva várjuk Önöket. Ha értesülnek bármely kerületi programról, akkor bátran hívjanak minket a 061-301-0956-os telefonszámon, vagy írjanak az infokukat hatoscsatorna.hu e-mail címre. Kellemes időtöltést, viszontlátásra!